Üdvözlök, ismételem. Mindenkit. Mostan látható, hogy mit is csinálok. Szokás szerint több mint 3 napja nem nézek semmilyen filmeket, sorozatokat, játékstreameket. Újabban több mint egy napja nem nézek semmilyen YouTube által generált videókat, vagy olyanokat, mert nincsen hasznom. Itt is, mint mindig tudom, ez az ördögnek a műve. Hát lehet rajta gondolkozni, mi ez az oktatási rendszerekben, követve lettek folyton a trendi videók, a rászoktatások hatásai. És egyszerűen, hogy azt követi, az elégszik a kevésse is. És itt vannak a különböztetések. Lehet körül lehet nézni, látni szóját. Le van paréva, palafűve. Megyek tovább. És most azon lehet gondolkozni, mennyire is vattok tük filmeket, sorozatokat néztek napi szinten. Szóval időtökben meg játszotok a számítógéppel. Nagy valószínűség van rá. Erre lettetek betanítva, rászoktatva, és ezen nem fogtok tudni változtatni. Mert gyenge az elmétek. Minél gyengébb az embernek az elméje, annál jobban rászokik mindenre. Tehát nézni a tájban. Gombok szállnak. Rossz minőségű kamerákkal nem lehet kiszedni a képből, mi szálltak. Netán valaki azt hinné, hogy ennek így kellett volna. Ennek az nagyon téved. Az egyének minél gyengébb az elméje, az azt hiszi, hogy ez a képminőség jó. De közben meg tisztára rossz. Mint ilyen rászoktatásoknak a következteménye. Tehát ilyen napraforgókat kezdnek már érni. Lehet mozogni. És igen, mozgok. Legalább napi 3 óra hosszát kellene mozogni, meg lehet 1 óra hosszát futni. Ez is itten a nincs meg ez a mozgási idő. Szokás szerint a virtuális világ tehet róla. Hát virtuálisan az elmen mindent megkaphat. És egyszerűen vannak ezek a nagy játékszokások. Rászoktatták ilyen
intézményekben, iskolai intézményekben. Nagyon sokat. Online-on játszanak. Kérik magukat. Közben meg a valóságban. Nem hisznek abba, hogy valóságban is lebélyek azt érni. Nem érte virtuálisan játszogatnak. Virtuális örömöt kapnak. Élvezetet. És ez számukra jó és egyszerű. Egész sok. Úgy buvák ezek a napi live streamek. Ismételni ilyen újabb témák szoktak lenni. Nem pedig nem folytonos ismétlések. És azon tudjabban eltűnődni, mennyire is befolyásolni tudja az egyének a gondolkodását. Ez a nagyon sok vacak, rászoktatások, manipulálások. Az egyén azt hiszi, hogy az normális dolog. Veszi minden évben újabb telefonokat. Helyette dolgozik 10-12 óra hosszát. Bírja tölteni az iPhone-ját. Valami vagy személyében nagyon nem stimmel. És azt hiszi, hogy azzal van egy iPhone-ja, pedig egy márkásabb valami dolog, és azt hiszi, hogy már karesztikája van, ön meg becsülést kap. Látom, képes voltál egy iPhone-t elérni, most már minden életemben nagy valaki lettél. Ez az újabb divat. Tosság. Trendik. Cikkek. Utánzat, öltözködés. Mind-mind. De van valahonnan. Máshol van. Az egyén nem veszi azt észre, hogy irányítva van. Én pont itten kamerázgatok, diozgatok. Azért, mert nem annyira büdös a levegő, mint az utcákon. Topaján olyan a közlekedés, mint Szatkán volt. Ugyanannyi kerékpáros van, vagy kevesebb van, inkább rengeteg autó van. Jóval kisebb város. De az derült ki, hogy az autó járművek napi szinten való szállítása eszközként újabb trendi divat lett. Videókon alig szokott lenni 10 perc alatt egy, kettő, maximum két bicikli, még másik. És az így szokott lenni. Minden másolatok vannak. És azt hiszik, ha nagyon sok gyenge elme, hogy valakit folyton utánozza trendi divatokat, akkor
önbecsült lesz. Megbecsült fog lenni. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Ennyi lett volna a bevezető videó. Remélem önöknek értették, miről is van szó. Sziasztok!